József Attila, tanítások, részlet. Lesznek, akik kinevetnek, ti ne hallgassatok azokra. Olyanok ők, mint a cserepes urassági kastély gyermekei, nevetik a durva orrú parasztot, mikor trágyás szekerén elindul, hogy kenyérré kovászolja a földet. És lesznek, akik elszörnyűködvén ilyesmiket mondanak egymásnak. Miket össze nem fecsek ez az ember? Hisz ez bolond, zárjuk el hamar. Lázas hitét lehűti majd a magányosság. Én erre pedig csak azt mondhatom. Az én akarásom nem bolondság, hanem tövig kalászos táblája a ti bennetek még csak csírázó búzaszemeknek. Az én hitem a földnek melegsége. És miként a föld szétosztja melegét gyenge füveknek, rengeteg erdőknek egyaránt, az én hitemet úgy osztom szét közöttetek. Ti mégse hallgassatok a szörnyűködőkre, és megnevessétek őket. Mindannyian és egyformán testvérek vagytok. Vasárnap volt, azt hiszem, apám bort töltött, és sodort egy cigarettát nekem. Leült mellém, s azt mondta, te most elmész, ki tudja, mikor látunk majd újra. Vigyázz magadra, fiam! Vigyázz jól, mert a város hideg, büszke és irigy. Eddig gond nélkül éltél, de már nem lesz mindig így. Minden egész másképp van, én csak azt kívánom, bármi lesz is, hogy ember légy fiam. Akkor eljött a nap, vasárnap délután, anyám könnyek közt adta rám az ünneplő ruhám. Csirkét csomagolt az út, apám bort öltött újra, búcsúzóul azt mondta, vigyázz magadra, fiam. Vigyázz jól, mert a város hideg, büszke és irigy. Eddig gond nélkül éltél, de már nem lesz mindig így. Egész más ott az élet, egyedül hagynak téged. Én csak azt kívánom, bármi lesz is, hogy ember légy fiam. Vigyázz jól, mert a város hideg, büszke és irigy. Eddig gond nélkül éltél, de már nem lesz mindig így. Sokszor bántalak téged, honnan jöttél, ne szégyeld. Én csak azt kívánom, bármi lesz is, ember légy fiam. Én csak azt kívánom, bármi lesz is, hogy ember légy fiam.